Kik az állatok? 17 éve együtt élek két macskával, akik egyebek közt a mestereim. Módszerük a következő. Azt kérdik tőlem, kinek tartom őket. Napról napra, együttlétezésünk 24 órájában a puszta létükkel kérdezik ezt. És én válaszolok is, legjobb tudásom szerint beszélek hozzájuk. De bármit is beszélek, újra és újra kérdeznek mindenféle módon, például a finoman változó viselkedésükkel. Úgy persze nem értik a szavaimat, ahogyan én egy másik emberét. Arra nincs szükségük. Én sem tudom, hogy ők miről beszélgetnek egymással, de állandóan erős kapcsolatban vannak, az biztos, miközben az én lényemet is érzik. Sokszor az a benyomásom jobban, valamiként erősebben éreznek engem, mint én magamat. Vannak dolgok, amikben nem versenyezhetnek velem, írni például nem tudnak, telefonálni se, hazudni se. Általában fogalmuk sincs e világügyeiről, viszont képesek figyelni rám egész nap. Kitalálják, hogy a következő percben mit fogok csinálni, és eltűnnek, mikor ingerült vagyok, de mellém ugranak, ha a vigaszukra vágyom. Nem kell hívnom őket, tudják, mit akarok. Ismernek. Az állat ismeri az embert. A fordítottjában már nem vagyok olyan biztos. Mi mindent tudnak rólam a macskáim? Gőzöm sincs. Volt idő, mikor a macska gyermekeimnek tekintettem őket, amíg fel nem fogtam, hogy nem szorulnak rá az én atyai segítségemre. Megvolnának ők nélkülem is. Az ember nélkül megvolna az állat. Lehet, hogy cicából, kutyából, lóból, disznóból, baromfiból és még néhány állatból nem élne olyan sok a földön, ha az ember nem tenyésztené őket. Az is kétséges, hogy ők helyeselnék a tenyésztésüket, ha tudnának róla, de a többi állat, akit nem tenyésztenek, hanem mióta világ a világ, csak írtanak, biztosan nem hiányolná az embert a létezők közül. Egyik sem írna panaszos olvasói levelet a dzsungel szabadságba. Hol az ember, hogy megszelidítsen minket? Emberésszel tűnődve a dolgon még örülhetnek is azok a fajok, melyeket nem tenyésztenek, sokszor felelőtlenül, nagy részüket megszületésük után szemétdombra hajítva, vagy éppességgel gyártják őket akár a szappant. Csak minél több és minél gyorsabban jusson az anyjából a kés alá, onnan a csomagolóba. Egyes atomjaik pedig esszenciaként elegáns parfümös fiolákba. Még szerencsésnek mondhatják magukat a dzsungel vadjai, akik nem kénytelenek elszenvedni mindezt, hanem csak olykor lepuffantják őket, úgynevezett bátor férfiak. Lesből. Ám ez a felháborodás az ember magatartásán nem az állat álláspontja. Az állat nem tágít az ember mellől. Miért? Ezt kérdezik tőlem a macskáim, idestova 17 éve, naponta. Miért vagyok hű hozzád, ember, hogyha nem érdemled meg? Miért játszom veled? Miért nem veszem tudomásul, hogy gond nélkül leölsz, született gyilkos vagy? Évek óta komolyan gondolkodom ezen a kérdésen, mert a helyzet is, mindannyiunk helyzete súlyos és komoly. Szerintem az állatok rendesebbek, mint mi. Igaz, ennek ára, hogy szemben velünk, az ő lehetőségeik nem határtalanok. Nincs személyes énjük, nincs én tudatuk. Így aztán nincs haláltudatuk sem. Nem ismernek halált. Az oroszlántól nyakon harapott gazella szemének pillantása, láttam a tévében, meglepett és csodálkozó, de rettegés az nincs benne. Az állatok pontosan annyit tudnak, amennyire szükségük van ahhoz, hogy életben maradjanak, és például macskához méltó életet éljenek, amíg lehet. Amíg mondjuk egy másik állat, aki már annyira éhes, hogy az élete függ attól, hogy jól lakjék, fel nem falja őket.
szórakozásból vagy puszta kegyetlenségből egyik állat nem bántja a másikat. Olyan nincs. Önmagukkal táplálják egymást. Áhítatot érzek, ahányszor csak átgondolom ezt. Na és a növények? Ők még az állatoknál is magasabban rendezett életet élnek. Vér se folyik, mikor táplálékot vesznek magukhoz, vagy amikor magjukat a földbe hullatják. Örvendezik a pipacs, amikor leszakítom. És mámoros boldogsággal keringenek a földön a szélben az elsárgult falevelek ősszel. Holott már a porban. Nem lehet, hogy ők vigyáznak ránk? Nekünk kellene rájuk. Elvégre nem úgy, mint nekik. Nekünk van önálló és szabad akaratunk, eszünk, szívünk, mi egyebünk. No, de úgy látszik, itt tartunk, ahol tartunk. Zavarba ejtően fiatalok és ostobák vagyunk, a növények és az állatok elsöprő többségéhez képest. 3 millió év? Hát mi az? Csecsemőkor. De mit tud egy tölgyfa? Mit tudhat egy szúnyog? Sok 100 és 1000 millió éve vannak már itt. Elsősorban számunkra alkalmas lakóhely a föld, és volt annak klímája. Voltaképpen mit tudunk mi róluk? Úgy értem belülről. Kik az elevenek? Olvasóm, nézz egy angyal szemével, és megpillantod az élővilágot a maga arkangyali fenségében, rettenthetetlen kitartásában, engedelmességében. Ki iránt is? Irántad? Az állatok, a növények gondolkodás nélkül életüket adják az emberért. Semmi többet nem tehetnek érte. Megingathatatlan jó indulattal vannak a Homo sapiens iránt, annak gonoszságán felülállnak. Az ásványi világról, erről az élettelen bírói rendről ezt már nem mondanám. Morog ránk a föld, és egyre hangosabban. De az élővilág merő várakozás még mindig. Kanca nézi így a ma született, szalmán fekve rángó kis csikót, hogy vajon lábra kap-e, van-e benne annyi, amennyire itt szükség lenne. Vagy elhull? Az élővilág utolsó reménysége vagy te, bárha talán nem is tudod, holott bizonyos értelemben téged meghalad még egy muslinca is. Ő nem tud hibázni, képtelen szándékosan tenni bármit is. Nem lehet már azonosabb önmagával, mint most. Te igen? Te vagy itt a kapu a jövőbe, vagy senki. Az élővilág szolgálja az embert, még szolgálhatja. Mondhatatlan, ezzel mit kockáztat, de kész rá. A növények és az állatok etetnek és betakargatnak minket, magasabb állású hercegek mi nálunk. Mégis sorsuk a miénkkel egy ponton közös. Önmagunkkal együtt elpusztíthatjuk őket is. A macskáim szerint rajtam múlik, hogy végül mi történik mindannyiunkkal.